A hétvégén ismét megtartották Nagyszebenben a Hungarikum napokat. A szervező híd Szebeni Magyarok Egyesületének munkatársai a fesztivál nevéhez illően elsősorban magyar különlegességekkel, hungarikumokkal várták az érdeklődőket. Helyszínül idén is a szebeni Astra Falu Múzeum szolgált. Hogyan látja a multikulturalitás, az etnikumok közti kapcsolat és együttműködés hol gördülékenyebb? Szeben megyébe vagy Kolozs megyébe például? Hát nézzen, én Kolozsváron élek, tehát Kolozsvárról tudok beszélni. Az, hogy a gördülékenységet, ahhoz szükséges lenne a mindennapi életet itt élni Szebenbe, de én biztos vagyok benne, hogy itt Szeben megyében is egy gördülékeny, harmonikus interkulturalitás működik. Kolozsváron úgy érzem, hogy egyre erőteljesebben érződik az, hogy Kolozsvár multikulturális város, egyetemi város szintén, ugye többnyelvű egyetemmel, mert nem csak magyar, román és magyar, hanem angol és francia nyelven is tanítanak. Tehát úgy érzem, hogy egyre erőteljesebben alakul ki Erdélyben az a kép, hogy valóban egy multikulturális közeg ez a része az országnak, és szerintem Erdélynek ez az óriási nagy értéke, a kulturális sokszínűség és a vallási sokszínűség. Én úgy érzem, hogy ebbe van a lehetőség, a potenciál, az anyagi potenciál is. Tehát én azt mondom, hogy ha turizmusra akarunk ráállni, akkor a kulturális turizmust, egyházi turizmust kéne fejleszteni, és ebből tudna, mondjam azt, gazdagodni ez a régió. Az nagy dolog, hogy ezt Serfőző úr itt Szebenben meg tudja szervezni, mert mi sajnos tudjuk, nagyon kevés magyar itt van Szebenben. Én kézdivásárhelyi Kovászna megyéből jöttem ide, mivel felvállaltuk mi a Kovászna megyek, és én kézdivásárhelyi képviselő felvállaltam, hogy a szorványprogramon keretén belül Szeben megyének idézőjelben a felügyeletét is elvállaltuk, hogy érezzék a magyarok, hogy a szorvány és a székelység összetartozik. Nagyon jól érzem magam, nagyon kellemes meglepetés van, az is nagyon jó, hogy itt a Hungarikum napokon nem csak magyar gulyásfőzők vannak, hanem van egy pár román barátunk, kollégánk is eljött, és én úgy látom, hogy ez mind az ötödik alkalom, egy nagyon jó alkalom, hogy a magyarok, románok, szebeniek, székelyföldiek itt közösen ünnepeljünk. Én úgy gondolom, hogy Erdély, nem csak Szeben, Erdély, ami most van, magyarok nélkül, Hungarikum nélkül nem létezhetne. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kell tudja a többségi nemzet is, aki Erdélyben lakik, hogy az, ami létezik, magyarok, szászok, németek és románok nélkül nem létezhetne. És ezért kell ezt ápoljuk, és ezért kell ápoljuk a magyarságunkat, és megismertessük a románokkal, hogy ezt tiszteljék és fogadják el. Mi a szándéka ennek a rendezvénynek? Hát elsősorban ugye Nagyszebenben kevesen vagyunk magyarok, viszont fontos kihangsúlyozni azokat az értékeket, amelyek által bemutatkozunk mi, nagyszebeni magyarok is, de azok a magyarok, akik egy nemzethez tartozunk. Tehát ezek azok a jellegzetes értékek, amelyek definiálnak, amelyek bemutatják azt, hogy értékesen tudunk élni, és próbáljuk másoknak is bemutatni büszkén, hisz büszkék vagyunk rá, nem csak a gulyást, hisz tegnap este például egy szakmai nagyon szép ülés volt, és azt is bemutattuk, ugyanakkor holnap délután koncerttel is meglepjük a nagy közönséget, de kiállítást is műsorra tűztünk, és mindezeket úgymond annak érdekében, hogy a saját közösségünk is büszkén vallja azt, hogy magyar. Nagyszebeni Magyar Üzletemberek Társasága, amely nem olyan számos, egy pár személy, úgy döntöttünk, hogy kimegyünk a Falu Múzeumban, van egy korondi ház is, ami ide ki van állítva, és több mint valószínű ősszel még egy magyar házat, Csóváradi házat, talán még nem tudom pontosan, mit vásárolt meg a komplexum, azt is elavatjuk, de azt mondtuk, hogy ennek az udvarán főzünk meg egy pár gulyást. Három üstben főztünk gulyást, ha nem tévedek, zuhogó esőben, meg is jegyeztem, hogy 10 évig ezentúl többet nem fog esni, és ugye ma is elég szép idő van annak dacára, hogy a múlt héten, vagy 1-2 hétig végig esett,
és a három gulyásból, hát 5 év után azt mondanám, hogy a 18-hoz értünk fel, de nem is tudom, ezt majd eldöntjük, miután ez lejár, hogy ennél többet fogadunk-e, vagy megmaradunk ennél a számnál, a 20 körüli számnál. Így indult. Régebbi tervem az, hogy bontsam le a komolyabb kulturális műfajokat, mint nagyszebeni szervezés, kulturális magyar bemutatkozás, a komolyabb műfajokat, a könnyedébb, a szórakoztatóbb, tehát a gasztronómia, meg a néptánc, népmuzsika, amelyek ugyancsak értékesek és tömegvonzóak. Ősszel szoktuk a komolyabb műfajokat bemutatni, a termekben koncerteket, kiállításokat szervezünk, azt pedig az Árszongárika Fesztiválnak neveztük el. Az értékmegőrző és szórakoztató fesztivál komoly hangsúlyt fektetett a magyar gasztronómiára. 18 üstben rotyogott a gulyás, amit elkészültével mindenki megkóstolhatott. Erre gyere, ne menj arra, jobb erre az út, mint arra. Erre gyere, lesz szívemnek a párja, adj egy csókot utoljára. Kis magyar közösség, ami még maradt itt Szebenben, az annak egy jó alkalom, hogy összegyűjjenek, hanem arra is jó, hogy a többségi a románokkal szemben egy kommunikációs platform. Tehát azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon jól csinálják, és ennél jobb mi kell? Hát szóval... itt vannak, együtt vannak gulyáshoz? Igen, hát sok román beiratkozott, és gulyás főznek, és azt gondolom, hogy ezen keresztül ugye a magyar kultúrának a lényegéhez ugye élményszerűen hozzáférnek, és van egy ilyen közeg is, ugye zene van itt, ennél jobb közeledés, nem is gondolom, hogy lehetséges. És ez nagyon szép. Ingyenségeket hoztunk a szebenieknek édesíteni, gyerekeket, felnőtteket, mert lévén mindenki gyerek. Felnőtt, bennünk is felnőttek, gyerekek lakoznak. Ha édességről van szó, akkor mindenképp, ugye? Úgy van. Úgy van. Mit hoztak? Török baklavánk van, mézes pogácsánk van, zselék vannak gyerekeknek, nyalókák, nagyon finom házi szörpeink vannak. Ezt otthon elkészítik, és aztán bepakolják, tehát nem itt készültek? Nem itt készültek, otthonról hoztuk készítve őket. Mennyi időbe került mondjuk elkészíteni egy ilyen tepsi baklavát? Egy ilyen tepsi baklavát, hát fél napnyi. Fél napnyi. Szoktak járni más fesztiválokra is? Igen. Itt először van? Szerte. Itt a Hungarikumon az idén először. Szóval Szebenben még jártunk, de itt a múzeumnál még nem voltunk. Milyennek tűnik a rendezvény, mit remél tőle, meddig ülnek? Vasárnapig biztosan. Szép, szép. Sokan vannak. Biztos lesznek látogatók is. Csepszentgyörgyi lakos vagyok. 5 éve Szebenben élek, egy kis üzlettel. Kijöttünk egyet, megismertessük a gulyás különbségeket, és egy kis marhahússal próbálunk gulyás készíteni. Milyen felhozatal van, mit lát, milyen gulyások készülnek? Hát őszintén megmondom, hogy nem volt időm szétnézni, még mert az enyémek azok pörögnek, mikor később, akkor szét fogok nézni. Amit tudok, hogy marhahús és disznó. Talán valaki még vadból is csinál. Mi kell egy jó gulyáshoz? Jó hozzáállás és fűszerek. Mennyire ismerik a szebeniek a gulyást? Hát most már 3 éve kezdik minél többen megismerni. Tehát mondhatnám egy olyan, aki konkrét, egy olyan 50-60%-a tudja, hogy miről van szó. A gulyás, hogy gondolja, egy hungarikum, hogyha már ugye hungarikum napokon vagyunk? Hozzátartozik. Tehát gulyás, kürtős kalács, ezek csoportosak. Az incsiklandozó étkekhez persze jó zene és tánc is társult. Oh, my God.
mit hoztak? Mit hoztunk? Székely néptáncokat hoztunk, Erdély táncegységeinek a táncait. Mit fognak előadni? Milyen? Felcsiki táncot, domokosi táncot, széki táncot, német táncot. Ezekkel jöttünk már ma erre a rendben. Igen, stílszerűen német táncot, ugye Szebenben vagyunk. Igen, mivel Szebenben vagyunk, gondoltam, hogy bemutatunk egy német táncot is. Szoktak még járni fesztiválokra, vagy mondjuk például ide első alkalom? Nem első alkalommal vagyunk, most 2 éve még voltunk itten, akkor is nagyon jól tánt, örvendünk, hogy megint itt lehetünk, meghívtak, remélem, hogy tetszeni fog a műsorunk. Meg gondolja, szükség van egy ilyen Hungarikum napokra? Nagyon szükség van, főleg Szebenben nagyon szükség van egy ilyen Hungarikum napokra. Mit gondolsz, hogyan lehet megtalálni a közös hangot az etnikumok között? Hát mindenképpen a közös érdeklődési kör. Például a népművészet az ugye közös érdeklődési kör mindannyiunk számára, ezért is van ugye német tánc is a műsorunkban. Hát nem tudom, hogy mennyien vannak itt románok, de biztos, hogy is nagyon szeretik a népművészetet. Így a zene ugye az közös hang mindannyiunk számára, az emberek számára, mindegy, hogy milyen nyelvűek vagyunk. Szóval szerintem a zene és a tánc, a mulatság az elég közös hang. Megtaláljuk itt a közös hangot, úgy gondolom. És már mulatság, akkor kell hozzá finom étel is? Igen, finom étel is, és ital is, ugye, ami meghozza a kedvet, és az emberek között a kommunikáció is jobban megindul. Leomlanak a falak, a gátlások, igen.